Kívánok, Hare Krishna, mindenkit szeretettel üdvözlök, és igen, az előadás témája az. Egy picikét az érthetőség miatt változtattam a címen, de ez tulajdonképpen ugyanaz lesz. Most így... Jobb, hogyha, ha így állok, mert a narrációt, a jegyzeteimet hát azt otthon felejtettem, úgyhogy semmit nem kell olvasnom. Tehát az előadás címen vegetáriánus táplálkozás és testi egészség. Az előadás, ja nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy így gyakorló, háziorvosként, vegetáriánusként és gyakorló krisna hívőként erről a témáról beszélhetek Önöknek. Az előadás megkezdése előtt szeretném hálámat kifejezni lelki tanítomesteremnek, Srila Sivarama, Sivarama Maharácsnak, a baktáknak az inspirációért és Guruttan Prabunak, aki elkészítette a diákat. Kell kapcsolni, valahol, ez az. Az előadás célja rámutatni arra az összefüggésre, hogy milyen módon segítheti az egészséges táplálkozás a lelki fejlődést, és viszont a lelki fejlődés hogyan segítheti az egészségmegőrzést. Az előadás eredményeként ezzel együtt az is ki fog derülni, hogy az a táplálkozás ami jót tesz a durva és a finom fizikai testnek, ugyanúgy segíti az önmegvalósítást. Az előadás egyébként három irodalmon alapul. Az egyik Campbell professzornak, aki egy amerikai dietetikus kutató orvos professzor, a Kína tanulmány című nagy esetszámú vizsgálatokon alapuló munkája. A másik Sunil Yoshi, a Jurvéda és Pancsakarma című könyve, a harmadik pedig a Bagavad Gita. Itt tulajdonképpen ugye a három cél, amit egyesít az előadás, három különböző irodalmon alapul, és ezt szintetizálom. Az előadás tartalma. A táplálkozás szerepe az egészség megőrzésben az ajurvéda szerint. A vegetáriánus táplálkozás szerepe a civilizációs megbetegedések megfékezésében. Az anyagi kötőerők és az egészség, az anyagi kötőerők és a lelkifejlődés, és az Istenek felajánlott étel, a praszádam és a lelki fejlődés. Én szerintem nekem jobb, ha ezt kiveszem ki. Tudom én venni? Mert én inkább ilyen sétálgatós, mozgékonyabban tudom, főleg, ha nem vagyok ide kötve a jegyzet által. Átmegyünk a következő ábrára, és először támaszkodjunk az ajurvédára, az ősi 5000 éves holisztikus gyógyítórendszerre. Az ajurvéda szerint a megfelelő táplálkozás egy nagyon fontos része az egészségmegőrzésnek, és mint látjuk, az egészségmegőrzést is nagyon fontosnak tartja. Emellett még természetesen lényeges a megfelelő napirend és a gyógyító terápiák. Ezzel szemben nyugati világunkban azt tapasztalható, hogy az egészség táplál, egész táplálkozás, tehát a táplálkozás szerepe az egészség megőrzésben, és nem csak a táplálkozás szerepe, hanem maga az egészség megőrzés is, az utóbbi években széles körülön nagyon ö, háttérbe szorult, és ennek következményeképpen tanulja lehetünk annak, hogy a civilizációs betegségek világméretűen, óriási mennyiségben és járványszerűen terjednek. Ezek most ilyen kellemetlen témák, ugye? De hát sajnos ahhoz, hogy legyen egy jó megértésünk, hogy miért jó odafigyelnünk az egészségmegőrzésre és az egészséges táplálkozásra, muszáj mégis ezeket is bemutatni. A civilizációs betegségek gyökere és a leglényegesebb alapvető ö, csoportja az elhízás. És itt egy pár pontban eszemléltetjük a gyakoriságot. Magyarországon a felnőtt lakosság 64%-a túlsúlyos vagy elhízott a fiatalabb korcsoportban a centrális elhízás gyakorisága 46 Ez a centrális elhízás az ugye a hasi típusú elhízás, és itt a hasban található speciális zsírszövet, mint egy endokrinszer, vagy anyagokat tartalmaz, amik aztán közes gyökerét, korfolyamatokat indítanak el a szívérendszeri megbetegedéseknek, a kettes típusú cukorbetegségnek és a daganatos megbetegedéseknek. Egy újabb ijesztő adat, hogy usa a gyerekek 15%-a túlsúlyos vagy elhízott, és világviszonylatban az elhízás első számú halálozási ok. Előrevetítve a további témát, hogy ugye mégiscsak a táplálkozásról lesz szó, azért az elhízás esetében a legesleg egyszerűbb belátnunk, és ugye semmiféle magyarázata nem szorul, hogy valami összefüggése mégiscsak lehet a táplálkozással a civilizációs betegségek további képviselőit mutattam be. A kettes típusú cukorbetegség 2007-ben 246 millió cukorbeteg élt a világon. Az ijesztő a dologban is veszélyes az, hogy egyre fiatalabb korra tolódik. Hát nyilván azt is tudnunk kell, mivel ezek exponenciálisan nő ezeknek a száma. Ugye manaps, mai napjainkban sokkal-sokkal több, tehát nagyobb a számuk. Jellemző még a korságra, hogy évekig nem ismerik fel, és ez alatt a lappangó állapotban, amikor ugye nem tudja a páciens, hogy neki ilyen baja van, meg ugye az orvos se, de már ott szépen a szövődmények fejlődnek ki, később pedig ugye nagyon súlyos méreteket öltenek, érbetegség egyébként szívérenci betegségek formájában tulajdonképpen. A szívérenci megbetegedések vezető halálok eh, hazánkban és a világon, és a daganatos megbetegedések pedig a második eh, leggyakoribb halálokok, ezen belül első a tüdőrák, második a vastagbélrák, ami hihetetlen eh, gyakoriságot, eh, gyakoriságban fordul elő, és ott van ugye az a nagyon félt emlőrák, eh, prostatarák. Ebben a három betegségben mivel az elhízázott emberek között ezek sokkal gyakrabban fordulnak elő, egyértelmű, hogy szintén összefüggésük van a táplálkozással. <kül> És ide vettem még a nagyon nagy népegészségügyi jelentőséggel bíró csontritkulást. Világszerte több százmillió embert érint. Magyarországon a lakosság 7-10%-a, a nők között négyszeres a gyakorisága évente tízezer nő közül 50-70 szenved úgynevezett patológiás törést. Ezt ugye mindannyian ismerjük, hogy mik ezek döntően a comnyaktörés és a csigolyatest törések. És ő közülük csak negyede fele az, aki felépül. A többiek állandóan gondozásra szorulnak és képtelenek lesznek önálló életvitelre mivel ugye az étkezéssel kapcsolatos összefüggést már gyanítjuk és hozzá kell tennem hogy a Kína tanulmányban számtalan olyan ö, vizsgálatot gyűjtött össze ö, Kember professzor, amelyek ö, azt ö, találták, hogy a civilizációs megbetegedések ö, esetében a döntően növényi, vegetáriánus táplálkozású népcsoportokban jóval alacsonyabbak a civilizációs ö, megbetegedések, ö, mint az állati fehérje és zsiradék alapú táplálkozást folytatók között. Ezért ugye egyértelműen adódik az, hogy a teljes értékű vegetális táplálkozás az állati fehérjék és zsírok minimalizálásával, és ezt a konklúziót egyébként Campbell professzor is le Mégis mégiscsak egy nagyon komoly eszköz lehet számunkra, hogy ezeket a civilizációs betegségeket visszaszorítsuk. Megelőzők, illetve még gyógyítási lehetőségek is vannak erre. A, ezek közül akkor először nézzük meg ezt a betegségekre levetítve, hogy mi a helyzet a cukorbetegség esetében. Itt az említett vizsgálatok között nagyon sok arról szól, amiben meglepő módon azt találták, hogy a nagyobb mennyiségű összetett szénhidrátot fogyasztó ö, emberek között alacsonyabb a cukorbetegség előfordulása. Ezen gondolom azért mindenki megdöbben, mert hosszú évek óta ugye az volt az alapinformáció, hogy a cukorbetegeknek állati fehérjét kell döntően fogyasztaniuk, mert akkor ugye nem lesz magas a cukruk. Ez akkor tulajdonképpen egy nagyon, tehát, homlok, tehát egy hátraszaltó tulajdonképpen. Érthetőbbé válik a dolog, hogyha a tudatában vagyunk annak az alapvető korjettani információnak, vagy élettani információnak, hogy minden embernek az összes sejtjében az energiatermelés leghatékonyabb eszköze az, hogy a mitokondriumokban a szőlőcukrot elégetjük, és a szőlőcukorból széndiokszid és víz keletkezik, semmi más. Tehát nincsen szennyező anyag, széndiokszidot kilélegezzük, víz marad, az tök jó. Ezzel szemben, hogyha ugye ez a régi ajánló diéta van, hogy a cukorbeteg úgyse megy be a sejtjébe a, a, szőlőcukor, legalábbis, hogyha nem találjuk meg ennek a megfelelő módját, akkor egyen zsírt meg fehérjét, és akkor égesse el azt. Igen, de ha azt égeti el, akkor egy csomó egyéb mell káros melléktermék keletkezik, ami komoly feladatot, nehézséget ró a májra, a vesére, és közben pedig mégis savasodik a szervezet, és mérgező anyagcsere termékek rakódnak le a szövetekben. Mindemellett természetesen a finomított szénhidrátok kerülés és a mozgás fontossága, az elhízás döntő szerepe ebben a betegségben ugyanúgy állja a helyét, és nem finomított szénhidrátot akarunk a cukorbetegekkel lenni, de a cukorbetegeknek az alapvető diétája, és ezt az újabb szakmai vélemények is már alátámasztják és látják, az összetett rostal teli, összetett szénhidrátok fogyasztása, ugyanúgy, mint az egészséges emberek egészségmegőrző diétája. Tehát egyébként ugyan azt kell enniük. A következő az elhízás, ahol szintén van egy talán új információ, legalábbis nekem, új volt ez az informá nekem is új volt ez az információ. Még pedig az, hogy amellett hogy tényleg csökkentett kalória bevitelre van szükség, és tényleg itt is nagyon fontos a, a fizikai aktivitás, de azt találták ezek az újabb tanulmányok, hogy a vegetáriánusok által elfogyasztott többlet kalória, állati fehérje hiányában hajlamosabb arra, hogy hővi alakuljon, és kevésbé épül be zsírszövetbe, tehát kevésbé szaporítja a zsírszövetet. Amúgy azt jelenti, hogy a vegetáriánusok egy kicsit többen, töb, büntetlenül több kalóriát elfogyaszthatnak, ez persze nem azt jelenti, hogy végtelenül ö, sokat. És ugye ennek látjuk a jelentőségét, mert az elhízás az összes többi civilizációs betegségnek a, a gyökere. Ugyanez vonatkozik az még itt ezen az ábrán említendőre. Ugye a szívérendszeri megbetegedések esetén az döntő kulcs tényező az az érbetegség, és ugye olyan korkép formájában fog megjelenni, amelyik illet fontos szervünknek a tá működésében a táplálkozási zavar a beteg ér miatt jelentkezik, tehát ugye. A szívbetegség, ugye a szívinfarktus, szívelégtelenség, agyérbetegség, sztrók, veselrekesén, tén, végső soron illetve alsóvégtagi érbetegség, érszűkület esetén az alsó végtagnak esetleg az, az, elvesztése. És ugye itt az egyik nagyon döntő kóroki tényező a magas vérzsír szint. Ezek az állati zsírok nagyon komolyan képesek az ereket megbetegíteni. És ugye azt könnyen bel beláthatjuk, hogy állati zsíradék ugye a növényekben nincs, és a növényi zsírok egyébként, ez egy nagyon fontos információ, inkább gyógyítják az ereket, mint hogy megbetegítenék. Tehát ez itt megint egy nagyon praktikus diétás megelőző és gyógyító eszköznek tűnik. A daganatos megbetegedések összefüggenek az elhízással, a koleszterin emelkedéssel, a cukorbetegséggel és a rostszegény táplálkozással. Hát ez az elem ugye mind a fordítottja a vegetáns táplálkozásnak, tehát itt ez megint egy kézenfekvő diétás megoldást, hatékony diétás megoldást sugal számunkra. És jöjjön most megint a, a csontritkulás, amivel kapcsolatban az az értékes, hasznosítható információ, hogy a növényi eredetű kácium jobban hasznosul, mint az állati eredetű. Itt ugye a tejtermékek komolyan voltak propagálva a csontritkulás megelőzése, gyógyítása szempontjából. A kínatalományban található vizsgálatok a nagy mennyiségű tejterterméket fogyasztók között, is, tehát egy cseppel se találtak kevesebb ö, csontritkulást, és igazából ez eléggé furcsa is, hogy a szakma és egyáltalán az emberek azt nem veszik észre, hogy a, ö, egyre több és több tejterméket fogyasztanak abban a reményben, hogy csökkenjen a csontritkulás hogy a világszinten, de egy cseppet se csökken, pedig igazán nagyon sok tejterméket esznek direkt ezért a magyarázatot egyébként abban látják, hogy az állati fehérje savasító hatása csökkenti a kácium beépülési hajlamát a csontokba. A másik érdekes jelenség ez a kácium paradoxon. Azt találták vizsgálatokban, hogy míg ez a dolog, ugye, hogy a D-vitamin kulcs szerepű, tehát ez nagyon fontos dolog, és a D-vitaminnak pontosan az aktív formája a kálcitriol, viszont ezt a szegény kálcitriolt a kívülről bevitt táplálékkiegészítőkből, többnyire abból beszerzett, nagy mennyiségű kálcium, amivel elárasztják a szervezetet, még inkább megzavarja az ő ö, szabályozó tevékenységét. A Ebből a, tehát ugye látjuk, hogy rengeteg heroikus tanulmány jutott arra a megoldásra, hogy a vegetális táplálkozás és az állati fehérje csökkentése az egy hasznos módszer lehet az egészség megőrzésre. De azért azt érdemes megjegyeznünk, hogy az Ayurveda több ezer éve tudja ezt. Mindenféle heroikus tanulmányok és vargabetük nélkül. És ez tett tök ingyen volt igazából az meg ugye nagy, mind nagyon sok pénzbe került, meg fáradtságba, energiába. Ja, és akkor közben meg még ugye mennyi, mennyi beteg ember mennyit szenvedett. És az ajurvéda nem csak ezt tudja, tehát ugye teljes értékű vegetes táplálkozás, durva anyagi szinten egészségmegőrző hatású, hanem még az ételeknek a finomfizikai szintű hatását is ismeri és alkalmazza. Tudjuk azt az a hogy nem elemezgeti, analizálgatja milligramokban, hogy mennyi vitamint és mennyi ásványanyagot meg fehérjét tartalmaz az étel, viszont nagyon komoly hangsúlyt fektet arra, hogy az alapanyagok tisztán, erőszakmentesen legyenek előállítva a környezettel harmóniában, az ételeknek a tápláló energia tartalma le legyen megőrizve, és az említett finomfizikai hatásokra is nagyon komolyan odafigyel, és nagyon komolyan felhasználja, mégpedig a, különböző, a következő dián ismertetendő, anyagi kötőerők, a természetanyagi kötőerejéről szóló tudományban. Ezek az anyagi kötőerők, a gónák, ezek az univerzumban működő finom energiák, amelyek mindent áthatnak, és az elménkre is hatnak. Itt most ezt az ábrát, ezt a három színes ecsetet használtuk ennek a szemléltetésére, vagy a könnyebb megértésére. Annak a már nem is friss technikai módszernek a felidézésével, hogy a régi színes tévékenél és a plakátoknál a kép előli állítását csupán ezzel a három színnel elérték, és ebből talán jól lehet érzékelni azt, hogy az egész életünk minden aspektusában és környezetünk minden aspektusában, ami mindenféle gondolatunk, cselekedetünk esetén, ezek a, a kötőerők valósítják ezt meg, különböző arányban keveredve. A következő ábrákon az fog e, megvalósulni, hogy először megismerjük a kötőerőket, hogy ezek ugye az elménkre hatva milyen tulajdonságokat hoznak létre, sőt, abban az ajurvidakönyvben, könyvben, amit én most felhasználtam, képzeljék el, hogy még a pácienseknek a viselkedését, a tulajdonságát is leírják a különböző kötőerőkben és aztán utána pedig megnézzük azt, hogy milyen ételek melyik kötőerőt erősítik. A jóság kötőerőjére akkor ugye ezek a tulajdonságok jellemzőek, elme és érzékszabályozás, kitartás, megkülönböztető képesség, kegyesség, igazmondás, egyszerűség és az előírt kötelességek teljesítése. Ebből már gondoljuk, hogy azért ezzel a pácienssel biztosan könnyebb dolgunk lesz. És akkor az ajurvéda úgy jellemzi a jóság köterejében lévő beteget, és képben, mint ez a nagyon aranyos bácsika, a szatvikus tulajdonságú beteg, páciens, a jóság kötere a táló páciens, együttműködő, nyugodt, körültekintően és világosan írja le a tüneteit, igyekszik megérteni, hogy miért betegedett meg, mindent megtesz a gyógyulásért, betartja az utasításokat, felelősséget vállal az egészségért. ríme, az ideális páciens. Ugye itt nagyon könnyű dolga van az orvosnak. Szenvedély köterejében van az elménk, akkor sajnos ilyen tulajdonságokat ö, ö, láthatunk. Persze a szenvedély köterejénél is vannak pozitív, ö, van alkat a jóság kötereinek kontrollja alatt ö, jól hasznosítható tulajdonságok, például a tetrekészség, aktivitás, ugye arra is van szüksége a betegnek. De Azért a szenvedélyben lévő betegre az is jellemző, hogy türelmetlen, a tüneteit eltulozza, hajlamos a függésre az orvossal, a gyógyszerrel, vagy bizalom és kitartás hiány váltogatja az orvosakért és a gyógymódokat, ugye? Ahhoz, hogy egy gyógyulási folyamat akár önmagától is, de segítséggel esetleg pláne megvalósuljon, azért mindig kell egy kis, ki, egy kis idő, tehát azért kell hagyni ennek kifutást. Hogyha a ragyosztikus beteg erre nem hagy időt, akkor az tulajdonképpen a saját maga, és az orvos dolgát is megkönnyíti. Itt ez a másik, hogy tulajdonképpen függ a, a gyógyszertől, az is egy érdekes jelenség, és teljesen a fordítotja. De hát, hogyha tudjuk, hogy általában a különböző természetgyógyászati e, módszerek, vagy a szelidebb módszerek, azok azért általában egy kicsit munkaigényesebbek, és több időt és türelmet vesznek igénybe, akkor láthatjuk, hogy a rajzsaszikus beteg szívesebben bekap egy egy gyógyszert, amitől remélhetőleg nagyon gyors, tehát Hatású, gyorsabban szűnnek meg esetleg a, a tünetei, de hát erősebb melléktüneteisre is esetleg lehet számítani, és azon esetben komoly lamentálásra is. Persze. És akkor a tudatlanság kötő ereje, ezt az ábra elég jól szemlélteti. Tulajdonságok, dű, képmutatás, tompultság, lustaság, depresszió, észszerűtlen elvárások, félelem, kimerültség, vita. És akkor a tamaszikus tudatlanságban lévő beteg nem képes világosan leírni a panaszait, így ugye a diagnózis is egy kicsit nehezebb zavart, kevéssé együttműködő, tehát gyógyítani is nehezebb, túlságosan tompák ahhoz, hogy felismerjék és kövessék az egészséghez visszavezető ösvényt. tehát nehezebben találnak rá saját maguktól időnként arra, hogy milyen egészségmegőrző módszereket kellene akár saját maguknak is követni. Ezek után akkor nézzük meg, hogy a különböző ö, kötőerőket erősítő étrendek ismeretével és alkalmazásával milyen ö, lehetőségünk ö, nyílik arra, hogy ö, vissza ö, menjünk saját, no, tehát erősítjük magunkban ugye az ideálisnak tűnő jóság kötőerejét, vagy így egy első lépcsőként egy, egy, egy tamaszikus beteg esetében nyilván még a szenvedély kötőerejével is jól járunk, mert legalább akkor egy kicsit aktívabb, tetrekészebb lesz a, a gyógyulásban. Diétás személyiségfejlesztés. Mert ugye tulajdonképpen erről van szó. Az étel, amit teszünk, az a személyiségünket fejleszti. Az egyes ételtípusok természetük szerint erősítik vagy gyengítik az egyes kötőerők hatásait. Ismerjük ezt a mondást, igaz, hogy amit eszel, az leszel, amit eszel. Nézzük akkor. Na most mielőtt rátérnénk az egyes kötőerőket erősítő ételekre, van egy nagyon híres, világhírű és zseniális kísérlet, az emotóféle kísérlet, és most is betettük ezt az ábrát, mert ez nagyon jól megérteti. Bár itt az előző előadásoknál, ugye itt a közönség nagy részének erre nincs is szüksége, de mégis ez annyira zseniálisan érthetővé teszi azt, hogy hogy lehet az, hogy finom fizikai szintű dolgok, aztán az anyagnak a természet is, is tulajdonképpen hogy a szerkezetét megváltoztatják. Ebben az esetben pedig, pedig nyilvánvaló, ugye, hogy nem csak a finom fizikai testre, hanem még akár a durva fizikai testre is fognak hatni, mert hogy ugye látjuk, hogy az elmúltó kísérletben a vízzel közölt uh, érzelmek különböző kristályosodási folyamatokat hoztak létre nézzük akkor ezeket a különböző kötőerőket erősítő ételeket. A Bhagavad Gita azt mondja a tamaszikus ételekről, ezek az ételek mentális zavarodottságot, elbizonytalanodást és lustaságot okoznak, emellett erőszakos színezettel festik át a rajzsasztáma dominőségét. És akkor mik ezek az ételek? Hát ugye a főkolompos, a vörös hús, ami azért eléggé köztudott már, hogy nem egy igazán egészséges étel. Hát az alkohol, ahhoz ne is fűzzünk különösebb kommentárt azt el kell, hogy mondjam, hogy iszonyú sok emberélet elvesztése fűződik hozzá, akár testi megbetegedések, májcirózis, különböző bélrendszeri vérzések, és az erőszak, akár az öngyilkosság, akár a mások életének az elvétele a különböző erőszakos cselekedetek miatt, ugye az erőszakot erősíti. A sajtokkal kapcsolatban ugye támadhat egy kis felháborodás, de hát a sajtok egyrészt terjesztetételek, és a durva fizikai szinten is azt kell mondjuk, hogy a, tehát például a Magyarországon található sajtok legnagyobb része zsíros sajt, tehát elég nagy koleszterin tartalmú, és ugye a csontritkulás elleni küzdelemben is eléggé leesett a piedesztráról. A szenvedélyben lévő ételek, itt azért már kicsit megosztottabb a, a csoport, ugyanis az erőszak árán megszerezhető ételek ezek közül a tojás-hal szárnyasok, hát ezek nem mondhatók egyértelműen egészségesnek a durva fizikai test számára se, így is úgy is tartalmaz egyrészük koleszterint, a hal az állati fehérjét, ami mégsem kedvező. Viszont a, mondjuk a hagyma, fokhagyma, torma, azt ugye tudjuk, hogy, hogy akár hát gyógyítani is használják, mert hogy ugye inkább gyógyítani kellene használni. Tudni kell, hogy mikor, miért, hogy, meddig kell alkalmazni. És ugye mi tudjuk, hogy sokszor valamilyen szinten szükségünk van a szenvedély kötőerejére is, így... Persze időnként lehet alkalmazni, de tudnunk kell, hogy milyen mértékben. A szatvikus jóságban lévő ételek, erről azt mondja a Bhagavad Gita, ezek az élelmiszerek nyugalmat, tisztaságot és alkotóerőt kölcsönöznek a tudatnak, továbbá egészséget és életerőt a testnek. És itt mindjárt meg is nyilvánulnak a köztudottan, egyértelműen, vitathatatlanul egészséges ételek. Itt persze Mondhatja valaki, aki mondjuk tej, nem bírja a tejet, hogy ugye itt van, van ilyen, hogy tejfehérje, allergia, meg laktózintolerancia, meg mondjuk az allergiásoknak, színanáthásoknak a tej, tejtermékek erősítik a panaszait, és ez szó szerint igaz, és azt számításba kell vennünk, hogy itt az itt említett tej az az erőszakmentes tej. Az a tej, amit általában vásárolunk, nem erőszakmentes, nem mindig tudjuk, hogy mikor mennyit és hogy kell bele használni, és általában azért nem vegyszermentes. Lehet, hogy ez azért összefügg a problémával. És most elérkezünk a leg, minden téren legegészségesebb ételhez, ami e, egészséges a e, durva és finom fizikai e, testünk számára, az isteni diétához, a praszádamhoz. Ez az étel az, ami e, mindenki számára könnyen követhető, diéta, mivel Íze nagyon-nagyon finom, az odaadás és az Isten szeretett íze hatja át, emiatt ezt a diétát mindenki nagyon könnyen és élvezettel tudja követni. És hogyan kész, mi lehet a prasádam receptje? Végy egy tálca erőszakmentesen előállított alapanyagot, készítsd el odaadással, így a jóság köterejét fogja fokozni, és ajánl fel Istennek. A harek és a mantra segítségével. Mely így hangzik, Haré Krishna, Haré Krishna, Krishna Krishna, Haré Haré, Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré. És ez egy 5000 éves védikus Mantra, mely szerint ez a lelki hangvibráció az ételeket lelkévé változtatja. Használatával, tehát vibrálásával már eleve sikerül a jóság minősége felé közelednünk, és az ételből is praszádomot varázsol. A Vagavad Gita ezt mondja róla. Ha valaki szeretettel és odaadással áldoz nekem egy levelet, egy virágot, egy gyümölcsöt, vagy egy kevés vizet, én elfogadom azt. Mint látjuk, Isten is ezt a diétát ajánlja nekünk. Érdemes lenne az egészség megérzésünk szempontjából is betartani. A lelkétel fogyasztásának hatása, aki így módon elégedett a praszádon fogyasztása által, annak számára megszűnik az anyagi lét háromféle szenvedése, és ebben az elégedett tudatban értelme hamarosan megszilárdul. Az isteni diéta adagolása háromszor egy tányér egy nap, mellékhatása a boldogság, alkalmaz ö, ö, maximális dózis, az nincs, és alkalmazásának az ideje, a jóság minőségének eléréséig. Köszönöm a figyelmet, Haré Krishna.